Bemutatkozott a Közösség a Társadalmi Igazságoságért párt képviselőjelöltje. A párt programjáról számolt be a Független Kisgazda párt képviselőjelöltje. Elsősegély nyújtó tanfolyamot szerveznek a mentőállomáson. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. A Közösség a Társadalmi Igazságoságért párt elnöke Szili Katalin látogatott városunkba ezen a héten. Sajtótájékoztató keretében mutatta be a pártot és képviselőjelöltjüket, Szabó Sándort. A Közösség a Társadalmi Igazságosságért párt tavaly szeptemberben lett hivatalosan bejegyezve, ám a szervezetet alkotó civil mozgalmak, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek már hosszú múlttal rendelkeznek. Több mint 200 civil szervezet, mozgalom, egyesület, politikai párt, parlamenten kívüli politikai erő alkotta ezt a pártot, hiszen civilek nem tudnak indulni parlamenti választásokon, tehát ahhoz párták kellett alakulni, ezért úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy olyan politikai erőt, amelyik tulajdonképpen programszövetségként vagy értékszövetségként működik, és ezekbe a politikai szervezetekbe mi úgy gondoljuk, hogy fontos azokat a kérdéseket megfogalmazni, amit egyébként külön-külön is vallunk, de így egy érték- vagy programszövetségként sokkal erősebbek tudunk lenni. A pártelnök felvázolta, hogy milyen célkitűzések szerepelnek programjukban, ilyen például egy kétkamarás parlament felállítása, illetve az emberi élethez való jog, a szociális biztonság megteremtése. A program után bemutatkozott országgyűlési képviselőjelöltjük Szabó Sándor. Párttal úgy kerültem kapcsolatba, hogy 2011 óta a devizahitelekkel kapcsolatban több demonstrációt szerveztünk egy közösséggel, amit 2013 vagy mozgalommal fejlesztettünk tovább. Ők a mozgalom az autó és fogyasztási hitelesekért. Ennek a tevékenység folyamán találkoztunk a KTE-nek jelenlegi tagjaival, így kerültünk ebbe a közösségbe. A jelölt több mint 4 évig autóbuszvezető volt Dunaújvárosban. Elmondta, hasznos lenne egy budapesti mintájú közlekedési központhoz hasonló intézmény felállítása. A Független Kisgazda párt megyei elnöke, országgyűlési képviselőjelöltje Dedecsik Ferenc, aki a párt munkahelyteremtő programjáról sajtótájékoztató keretében számolt be. A Független Kisgazda párt 1000 új munkahely létrehozását célozta meg választási kampányában. Ezek közt szerepel az úgynevezett Dutra program is. Mi az, hogy Dutra? Dunaújvárosi traktort jelent a Független Kisgazda párt és a magam programjában a Dunaújvárosi traktor pótol munkahelyeket, amit a Dunai Vasműből elveszítenek az emberek. Magyarország mezőgazdasági ország, tehát a traktorok, a mezőgazdasági gépek felhasználása igen időszerű, és az import, drága pénzen beszerzett import gépek helyett mi a magyar gyártást, a magyar megvalósítást tartjuk előtérben. Mint mondta, a hazai termeléssel elő lehet állítani a traktorokhoz szükséges alkatrészeket. Az osztott hengerfejes traktor pedig magyar tulajdonú engedéllyel rendelkezik. Hozzátette, ezzel a kisebb traktorral az összes mezőgazdasági munkát el lehetne végezni a kiskertektől egészen az 50 hektáros területekig. Baleseteknél, rosszul léteknél, a bajban a civilek segítsége is sokat segít a mentők kiérkezéséig, de ritkán történik segítségnyújtás. A mentőállomáson tartott ingyenes tanfolyammal azonban bárki elsajátíthatja az elsősegélynyújtás alapjait. A Városháza tér revitalizációjához kapcsolódó pályázaton keresztül még mindig zajlik a mentőállomáson a társadalmi elsősegélynyújtás program. A tanfolyamot minden pénteken délután 13 órától rendezik, amelyre előzetes bejelentkezés szükséges. A Városháza tér revitalizációjához kapcsolódó pályázaton keresztül még mindig zajlik a mentőállomáson az a péntekenként délután megrendezésre kerülő társadalmi elsősegélynyújtás program, amely keretén belül tisztelettel várjuk a városlakókat, iskolákat, gyerekeket, érdeklődőket erre a tanfolyamra. Természetesen előzetes bejelentkezéssel a mentőállomáson minden pénteken 13 órától tartjuk ezeket a tanfolyamokat, és folyamatosan várjuk és tartjuk és próbáljuk a lakosság tudomására hozni azt, hogy ezeken a tanfolyamokon díjmentesen részt vehetnek. Reszegi Imre szerint a lakosságnak szüksége van a tanfolyam által elsajátítható tudásra, hiszen, mint mondta, kevés helyen történik segítségnyújtás a mentők kiérkezése előtt.
A tanfolyam célja megtanítani az alapvető elsősegélynyújtási fogásokat, amelyeket mindenki biztonsággal alkalmazhat. Ez a 4 óra pont arra elég, hogy felhívjuk a figyelmet, elültessük a csíráját, az érdeklődését ennek a dolognak, és ebben az esetben, hogyha valaki még szeretne, akkor természetesen bárhol jelentkezhet továbbképző tanfolyamokra. De én azt gondolom, ahhoz, hogy valaki tudjon életet menteni, légutat biztosítani, vérzést csillapítani és az újraélesztést megtanulni, ehhez akár a 4 óra is bőségesen elegendő. A szervezők bíznak a tanfolyam sikerességében, és remélik, hogy sokan igénybe veszik ezt az ingyenes lehetőséget. Olá Dezső szerint a Jazz Klub a jazz művészetnek a kályhája, ezért a Sándor Frigyes Zeneiskola jazz zongora tanára a klub indítására készül. A kezdeményezést városunk önkormányzata is támogatja. Jazzklubot indítan a városunkban Olá Dezső, a Sándor Frigyes Zeneiskola jazz zongora tanára. Azt az időszakot kívánja visszahozni, amikor rendszeresen léptek fel a jazz zene meghatározó alakjai Dunaújvárosban. A jazz művészetnek a kályhája, ahova úgy a zenészek és a közönség is együtt jár melegedni, az a jazzklub. Tehát egy műfajnak a fejlődése, ápolása, a fiatal gyerekek bevezetése ebbe a műfajba, annak feltétlen, mondhatjuk úgy, hogy alapvető szükséglete is, hogy az ember lássa egy működő jazzklubot, vagy éppen legyenek olyan rendezvények, ahol csak jazzről szól egy esemény. Úgy véli, a városban van igény a klub létrehozására és a jazz kultúra felelevenítésére. Kezdeményezését Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata is támogatja. Természetesen az önkormányzat pozitívan áll hozzá, ez nem csak a sport, hanem a kultúra is nagyon fontos számunkra, és én azt gondolom, minden segítséget megadunk, akár helyiségben, akár pedig bármilyen más segítséget meg tudunk adni ahhoz, hogy itt ez egy komoly klub alakuljon ki, hisz a képzés ugye nagyon fontos és nagyon komoly itt a városban. Hozzátette, nem csak a gyakorló jazzzenészeknek adnának lehetőséget koncertekhez, hanem a jazz szakon tanuló gyerekek is bemutatkozhatnak. 3 új játékossal erősítette meg keretét az NB1-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia. Az új játékosok nyáron csatlakoznak az újvárosi kerethez. Bár a bajnokság rájátszása még hátra van, az már biztos, hogy a következő szezonban 3 új játékossal bővül az alapszakasz 3. helyezett Mátéfi csapat játékos kerete. Visszatér Dunaújvárosba Azari Fruzsina, saját nevelési jobbszélső. A 2. új igazolás Takács Bianca, aki a beálló posztján jelenthet erősítést, Kamper Olivia pedig a Vác csapatától érkezik. Az irányító pályafutása alatt a Ferencvárossal megnyerte a bajnokságot és az EHF kupát is. Mindhárman 1+1 évre írtak alá az együtteshez. Az új igazolások mellett több játékos is meghosszabbította szerződését. Ferling Bernadett további 1 évre kötelezte el magát, valamint Vince Melinda és Takács Dúsmáta is tovább erősíti az újvárosiakat. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, 23 fok körül alakul a nappali hőmérséklet. Főbb híreink következnek, még egyszer, röviden. Bemutatkozott a Közösség a Társadalmi Igazságosságért párt képviselőjelöltje. A párt programjáról számolt be a Független Kisgazda párt képviselőjelöltje. Elsősegélynyújtó tanfolyamot szerveznek a mentőállomáson. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!